Pécset, ha valaki táncolni akar, nagyon sok lehetősége van, legyen szó bármilyen stílusról. Totya neve, eddigi pályafutása és hozzáállása pedig garancia arra, hogy ha valaki akar, ő meg tudja tanítani. Ő maga még az MTV korai klipjein szocializálódott, és szeretett bele az akkor még számára ismeretlen műfajba. Nagyon-nagyon régen mindig is tetszett a tánc, és ez a mozdulat, meg minden, hogy lehet csinálni valamit. De hogy Isten igazából rám törni ez az érzés, meg ez a feeling, meg hogy honnét indult ez az egész, az unokatestvéremmel egy nagy szobába kezdtünk el táncolni. Ma azt hiszem, innen indult el ez az egész őrületem. És hát ez nagyon rég volt, talán 10-11 éves lehettem. Most így belegondolva, kicsit későn kezdtem el táncolni, tehát jobb lett volna még előbb. Tehát még nekem nem volt annyi lehetőségem, mint a mostani gyermekeimnek. És innen indult el ez az egész gondolat, hogy felvetődés, és akkor költözködtünk mi édesapám után városról városra, és itt Pécsen találkoztam igazából bele a tánccal, úgy komolyabban, amikor is elmentem csak megnézni egy edzést, tehát hogy így kezdődött az egész. Az egyik barátom szólt, hogy van itt egy lehetőség, és az ifjúsági házba Rúvó Attila vezetésével volt egy tánccsoport. És innen indult el lényegében az egész történetem, és ott megtetszett, aztán kipróbáltam, akkor onnan már mentek az edzések, az Attila is úgy felfigyelt rám, aztán mentek a fellépések folyamatosan, akkor már komolyabban is érdekelt az egész, akkor utána gondolkoztam már rá, hogy itt valamit már többet szeretnék ebből kihozni, mint hogy én is csak megmutatom magam. Tehát inkább továbbadni, ez a tanítás érzése, azért ez mindig bennem van. És akkor utána jött táncművészeti főiskola, az már egy komolyabb elhatározás, hogy azt akkor meg kell ezt lépni, hogy akkor a táncnak minden műfajába is azért menjek bele, azért tudjam, hogy mi hol van, mi hol merre tart, honnét indul, mi az alap. Miután a tánc ennyire beszippantotta, nem is volt kérdés, hogy amit csak lehet, ki akar hozni belőle. Utána felkerültem Zoltán Erikáékhoz, akkor náluk voltam táncos, háttértáncos, koncertek, videoklipek összessége, és akkor már az Erikáék is figyeltek rám. Persze közben párhuzamosan én voltam az Attiláiknál is, tehát mindenhol voltam én közben, és akkor az Erikáék mondták, hogy mit szólnék hozzá, hogy csinálnak itt mesterképzést, meg tanári képzést, vagy mindent, na akkor minden belevetettem magam úgy, ahogy van, és akkor onnét indult az, hogy ők adták az első lehetőséget, hogy saját iskola, az ők segítségével, a háttérmunkájával, és akkor onnan egy kicsit kiforrottuk magunkat, hogyha lehet ezt így most szépen vagy csúnyán mondani, és onnét meglapítottam a saját a tánciskolámat, a T-Dance-t, de ennek már... Atyaisten! A 92-ben, tehát mennyi? 30 éve. Tehát azóta vagyunk itt Pécsen és más városokban is jelen, tehát hogy egy picit terjeszkedtünk, és több tanárral is dolgozunk, több stílusban is dolgozunk azóta. A tanítás pedig teljesen egyértelmű volt számára, hiszen már az elejétől kezdve érzett késztetést erre. Van bennem egy ilyen véna, tehát ezt érzem, hogy tanítani, és igen, az, hogy szeretném átadni. Nekem ez egy motto, hogy a tanítvány szárnyalja túl a mesterét. Tehát én, amit tudok, azt én mindent megadok, ugye én ajtót nyitok nekik, de ki kell belépni, ezt kipróbálni mindent, és átélni, hogy ők még jobbak legyenek, és utána pedig az ő szárnyaikat bontsák ki. Tehát, hogy nem sok kis totyát szeretnék csinálni, hanem hogy szeretnék csinálni külön egy Mollit, egy Dávidot, egy Nonót, egy Csillát, és mindenkinek, hogy legyen egy külön stílusa. Ha valaki táncosként kiemelkedő tud lenni, ráadásul elég kreatív is, az könnyen előrébb tud lépni a ranglétrán. Rengeteg kitartással és szerintem szenvedéllyel. Nagyjából 6 éve táncolok én most már, és ha az ember elkezd szólózni, magától alkotni, akkor idő után megtalálja a saját stílusát, és onnantól kezdve azt ő is észreveszi. 5, 6, 7, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és 8. Eldobod. Zsűr. Ha eldobtad, beleforogtál egyet, kicsit lentről, kirakod a kis kezeidet, úgyhogy nem tudom, simogatnál valamit, egy koreóhoz ötletet bárhonnan lehet szerezni. Elég, ha nyitott szemmel jár az ember.
Úgy kezdődött, hogy kellett volna találnom valami sportot, és abszolút véletlenül betaláltam ide, és életem legjobb döntése volt, hogy ide jöttem. Utána automatikus szerelem volt. A tánc egy olyan műfaj, ahol nem számít a kor. Ha valaki fiatalon kezdi oktatni, akár magával egykorú emberekkel is nagyon jól megtalálja az összhangot. Szerintem nagyon sokszor ez inkább már egy család, mint semmilyen tanár-diák kapcsolat, úgyhogy abszolút könnyű megtalálni velük a hangnemet. És emiatt szerintem, mivel egy kicsit egy szintűen vagyunk, így könnyebben hallgatnak is rád, úgymond. Egyénileg is csapatosan és egy pár aranyérem itt ott meg volt természetesen, és szerintem ez a legnagyobb eredményem eddig, hogy taníthatok most. Természetesen oktatóként másként kell viselkedni órákon, mint előtte, amíg felelősség nélkül csak táncolni kellett. A legnehezebb szerintem az, hogy az ember, hogyha nincs jó napja, akkor is ugye ugyanúgy adja magát, ahogy lehet, és teljes erővel beledobja, mert hát az nyilván nem a diák problémája, hogyha esetleg nekünk nem a legjobb a napunk. A legjobb vagy legkönnyebb dolog az viszont megtalálni ezt a közös hangot a többiekkel. Nyilván tánc és tánc között is sok különbség lehet. Van, akinek a klasszikus vagy a rock and roll tetszik, és van, akinek a hip-hop. 2 éve csinálom, és egyszer táncoltam még, de azt abbahagytam, mert nekem az nem nagyon tetszett, és a barátnőm anyukája találta ezt, és megnéztem, és nekem ez nagyon tetszett. Van úgy, hogy egy sportág megtetszik egy gyereknek, de ha a közeg is barátságos és befogadó, az még könnyebbé teszi a beilleszkedést. Tocsa vicces, meg így jók a koreográfiák, meg nagyon jól is mutatja, meg igazából az egész terem, meg minden. A Covid a legtöbb ember életére negatív hatással volt. Így volt Máté is, aki azonban csinált egy újratervezést, és rátalált a hip-hopra. Én ezelőtt már táncoltam, csak más műfajban, ugye versenytáncoltam, de azt ugye a pandémia miatt megszüntették, ugye, és így kerestem más lehetőséget, hogy hol tűnik táncolni. Ismerősöm még is barátokkal kerestünk, és hát itt kötöttünk ki végül. Nagy váltás volt, meg is lepődtünk először, hogy így belecsöppettünk a hip-hop világába, a latin táncokból, és így eleinte csak néztünk, hogy hú, hát ez most hogy is van. De szerencsére könnyen alkalmazkodtunk, szóval hamar belejöttünk. Az, hogy valaki ilyen éles váltásra szánja el magát, az nem ritka. A kérdés az, hogy érezte magát az elején egy más közegben. Az első benyomásom az az volt, hogy ez egy nagyon jó társaság, szóval könnyebben lehet illeszkedni bárkinek. A tanárok is nagyon jó fejek voltak, meg itt mindenki közvetlen nagyon, szóval nagyon könnyű barátokat is szerezni, és hát igazából ennyit tudok elmondani, hogy nagyon jó társaság, és bárkit szívesen látunk itt. Persze, ha már valaki előtte is érdeklődött a lazább műfaj iránt, úgy azért könnyebb a váltás. Hát már akkor is, amikor versenytáncoltam, már akkor is érdekelt ilyen más műfaj, csak akkor még nem tudtam nagyon eldönteni, hogy valóban szeretném-e, vagy még maradjak-e ott a standard táncoknál. És így bejött a pandémia, és így egy évet szüneteltettem, hogy nem tudtam sehova járni. És hát igen, tehát így nem gondolkodtam nagyon rajta. Az igazi megmérettetések a versenyek és a fellépések, hiszen ilyenkor lehet megmutatni nagy nyilvánosság előtt, hogy hol is tart a csapat. Járunk versenyre, csak nem olyan gyakran, mivel nem mindig van verseny, ugye? Legutóbb májusban voltunk, ott indultunk csapatba és egy szólóba is, és hoztunk haza 3 aranyat, azt hiszem 2 ezüstöt és bronzt is hoztunk haza, szóval nagyon jól teljesítettünk akkor. A hip-hop nagyon laza stílusnak látszik kívülről, de ha valaki csapatban van, akkor bizony együtt kell mozogni a többiekkel. Vannak koreók, amik így nagyon laza, tehát így vannak olyan részek benne, amiket saját magunk találunk ki, és végig azt csináljuk. Persze vannak ilyen szigorú mozdulatok is, például amikor a tanár megad egy mozdulat sort, hogy azt szigorúan kell csinálni, és szinkronba. De hát vannak olyan részek, amiket így saját magunk, vagy így freestyle-olunk, hogy ott találjuk ki helyben. Szóval abszolút vannak szigorú részek is, de főként a lazaságon múlik. I'm gonna make you mine.
egy induló oktatásnak legyen szó akár tánc vagy küzdősportról, kell a hírverés. De ha valaki 30 éve csinálja, akkor már megváltozik a helyzet. Nagyon régen még ugye mi is plakátoztunk, rádió, újság, tehát hogy minden, amit lehetett, azt próbáltunk megmozgatni. Most már van akkora nevünk, hogyha lehet ezt így mondani, hogy barátok révén az egyik táncos mondja a másik táncosnak, az osztálytársának, látnak minket a fellépésen, felfedeznek a médiába, bármelyik csatornánkon jönnek és ránk írnak, és így folyamatosan jönnek az érdeklődők. Most már nincs ez a, hogy szétplakátolom az egész várost, mert már nincs rá szükségünk. Az oktatásban nagyon fontos az, hogy lehetőleg minél korábban kezdjék, és fokozatosan terheljék a gyerekeket. Igen, tehát hogyha valaki nagyon kiskorba csatlakozik hozzánk, tehát mondjuk óvodáskorba, ugye neki van egy korosztálynak megfelelő lépés, tehát fejlődési lehetőség, mind technikailag, mind testtudatilag is. Ez hozzájárul az, hogy ugye tudnak jönni hozzánk fellépni, vagyis velünk együtt fellépni, bocsánat, tehát hogy van sok fellépésünk, és ott is meg tudják mutatni magukat. Ugye ez azért kihat az iskolára, egy feleletnél magabiztosabb lesz, majd az érettségi magabiztosabbak lesznek. Ugye a technikák révén, hogy jobb bal oldalt használunk kézkoordinációba, ugye ez matematikába, tehát sok minden tantárgyba lecsapódik, és ott is tudják alkalmazni. És ugye vannak versenyzési lehetőségek is, ugye ez mind lépcsőfok, tehát hogy mindent el kell érni, mindent a maga idejébe, tehát nem mindjárt az első óra után megyünk versenyezni. És van versenyzési lehetőség, ugye, ami még komolyabb összpontosítást kíván, még több órát kíván, még több odafigyelést, még több energiát, állóképességet, technikai tudást, és akkor ugye lehet menni folyamatosan a versenyzésekkel is, és hát állítólag a mi iskolánk régóta versenyzünk, és nagyon sok országos bajnoki címünk van, de Európa bajnoki címünk van, Európa kupa győztesek vagyunk, világkupa győztesek, világbajnokok lettünk Rómába, csoportba, szólóba, hip-hopba és elektribúgi kategóriába is. Az új korosztályok mindig új kihívásokat keresnek, ami az edzőnek is motivációt jelent. Tervek mindig vannak, tehát ahogy a világ is folyamatosan mozog és változik, tehát hogy mindig jönnek újabb tervek és ötletek, amiben mi is azt mondtuk, hogy na, akkor most ezt próbáljuk ki, na, akkor most az, mert az nekünk is új. Igen, most versenyzésben elértünk már nagyon sok mindent, tehát most lehet az új csoportokkal is újra nekivágni az előről és végigmenni az összes ranglétrán is, és velük is mondjuk egy világbajnokságot elérni. Tehát lehet, biztos, hogy megvan bennük a vágy, tehát ezt azért próbálom pumpálni, hogy persze, hogy menjünk és csináljuk, de hogy nagyon sok minden más ötlet merül föl, hogy esetleg a tévébe szerepelni. Voltunk már, tehát voltunk már, nem is tudom, most írtam, a barátok közben is szerepeltünk, de akkor is vannak majd új lehetőségek, és ami van, és úgy azt mondjuk, hogy igen, ez érdemes, és ez minket fejleszt, és jobbá tesz, és még hozzánk tesz valamit, abba szívesen belevágunk bármibe. Nagyon sok korosztályt tanítok, tehát óvodásoktól kezdve az egyetemistáktól mindenkit, tehát hogy nem csak itt vagyunk mi központilag. Hogy 20 év múlva tanítok-e, hát adja az Isten, hogy én 20 év múlva tanítsak, tehát hogy bírják a lábaim és az eszem és az erő mindenem, de én nem, tehát hogy nem, 20 év múlva már nem fogok. Tehát hogy biztos, hogy segítem hátulról a csapatot és mindenkit, és ezt az egész táncos közösséget, amit itt felépítettünk és elindítottunk. Lesznek majd tanárok, akik majd ugye most is vannak és segítenek, és inkább szerintem egy háttérmunkába leszek mindig ott, mindenki mögött, mint egy apuka. Tervek tehát vannak, és történetek is maradtak még, amikről szívesen kérdezném Totyát. Ezért a közeljövőben igyekszem majd stúdióba is meghívni, és ott kifaggatni a tánchoz fűződő kapcsolatáról. Az idei utolsó Fordanos táncgálára több mint 200 versenyző érkezett, ahol nem csak az érmekért és a helyezésekért hajtottak a fellépők, hanem minősítéseket is átadtak a fiatal táncosoknak. A rendezvény több mint 15 éve rendezik évente két alkalommal, ami közönségcsalogató táncverseny a pécsiek számára.
Ez egy visszatérő rendezvény, most már hát szerintem 10 pár évet csináljuk, minden évben kétszer. Ez egyrészt egy magyar kupa, Fashion Street Dance magyar kupa, a legjobbak versenyeznek, másrészt pedig egy minősítő verseny, ahol az egész rendszerünknek a második, harmadik vonal is tud táncolni. A minősítő versenyek nagyon fontosak, hiszen ilyenkor lehet lemérni, ki hol tart. Ez mindenkinek visszajelzést ad, és főleg azoknak a gyerekeknek, akik mondjuk még kezdőbbek, tehát nem olyan régóta táncolnak, ugyanis mindig megrázó, ha valaki első vagy 24. lesz, és itt ebben a rendszerben arany, ezüst és bronz minősítést adunk ki. Ez egy nagyon jó visszacsatolás egyébként mind az oktatók fele, illetve a gyerekek is tudják, hogy hol tartanak. Mindenki látszik a fejlődés, tehát ugye egy ugyanilyen versenyt májusban rendeztünk itt a Lauber Dezső sportcsarnokban, és én láttam azokon a gyerekeken, akik májusban szerepeltek, hogy itt most hogy táncoltak, legalábbis eddig, és ez abszolút pozitív, egyrészt nagyon lelkesek, hiszen nagyon fontos az, hogy ne csak a tánctermekben legyünk, hanem kimenjünk a nyilvánosság elé, kimenjünk a közönségbe, és hogy körülnézel itt a Lauberben, azért telik a lelátó rendesen, nagyon sokan megnéznek bennünket, és az a tapasztalatunk, hogy nem csak szülők, barátok, ismerősök, hanem Pécsváros lakói közül, akik szeretik a táncot, kijönnek hozzánk nézőként. Most a mai napon olyan 250-en vannak körülbelül, ez hozzátartoznak a pécsváradi táncosok, akik fordulósok voltak régen, de aztán nem olyan régen szakosztályként működnek, de mindig eljönnek a rendezvényünkre és itt szerepelnek. Ez egyébként az 5., tehát 5-ször voltunk itt a Lauberben, volt 2 gálánk, fél évzáró, 1 évzáró, volt egy országos akrobatikus rakendról, ez szakszövetségi rendezvény volt, volt egy ugyanilyen minősítő verseny, mint a mai, és hát itt vagyunk ma. Anna még csak 16 éves, mégis amellett, hogy saját csapatával fellép, még a kicsikre is tud figyelni, és az utolsó percekig velük is gyakorolni. Én nagyon szeretek a kicsikkel foglalkozni, már nagyon aranyosak, úgyhogy igazából sok időt elvesz az életemből, de úgy gondolom, hogy megéri. Sok csapat még a fellépés előtti perceket is gyakorlásra használja, de vajon ilyenkor mit lehet még javítani a produkción? Igazából itt azt lehet gyakorolni, hogy mások is néznek, és akkor akik először vannak versenyen, azoknak jó az, hogy nem csak mi nézzük őket, hanem itt az edzők edzésem. Úgyhogy itt sorrendet szoktunk leginkább nézni verseny alatt, közvetlenül már nem nézik azt, hogy milyen feszesek, mert akkor nagyon elfáradnak, és a versenyen meg nem tudnak maximumot nyújtani. Úgyhogy inkább csak az, hogy melyik irányba kell táncolniuk, hogy mosolyogjanak, hogy tudják a sorrendet, ki hova álljon, milyen előre menjenek a színpadon, úgyhogy ezeket szoktuk ilyenkor megnézni. Ha a kicsik fellépésén túl lesznek, jöhet a saját versenyük, amire szintén nem árt készülni. Start B felnőttben indulunk, és igazából mi idén kezdtünk el együtt táncolni, mert addig 2 különböző csapat voltunk, úgyhogy elég nehéz még összeegyeztetni, de szerintem sikerülni fog, vagyis remélem. A zsűritagoknak nem csak a produkciót kell nézni, hanem egyéb körülményeket is figyelembe kell venni az értékelésnél. Azért mindig nézzük az életkornak megfelelő mozgás és tudásanyagot, és mindent, ami egy életkorhoz kapcsolódik. Ugye nagyon fontos, hogy tudja pontosan a koreográfiát, hogyha párban vannak, vagy csapatban, szinkronban legyenek, zenére legyenek, térformákat jól tudják, fejből tudják, ne egymást nézzék a gyerekek, és legyen bennük élet. Hát az arcon mutatkozzon meg, hogy ők ezt szeretik és élvezik. Aki nemrég jött ide és versenyzik, és most kezdte a versenyzést, ő rajta nagyon meglátszik, de ezt mindig figyelembe vesszük. Akinek már rutinja van, őt nem zavarja, őt lehetne itt egy 10 000-es Wembley, akkor is ugyanúgy megcsinálja és élvezi az egészet. Az ilyen versenyeken nem ritka, hogy egy-egy csiszolatlan gyémánt is előkerül. Abszolút, én szoktam is írni magamnak, és utána szoktam konzultálni az edzőkkel, hogyha látok valami tehetséget, aki autodidaktán már látszik, hogy ő színpadra született, idézőjelben mondom, de hogy benne van a lábában a lépés, a zenére van, élvezi, és hogy ez neki való. Aki színpadra áll, és már megmutatja magát, az a későbbiekben nagyon-nagyon nagy kamatot tud belőle szerezni, és minél fiatalabb korban elkezdik ezt, hogy színpadra is versenyzik és fellép, az később csak neki a hasznára válhat. Mind táncban, mind az élet más területén is, például egy érettségén mondjuk. Nagyon fontos a táncban is, mint minden sportágban, hogy a lehető leghamarabb elkezdje a gyermek, de a versenyzéssel érdemes megvárni a színpadi tapasztalatot, amit fellépéseken lehet megszerezni. A legfiatalabb itt a minik, és itt vannak óvodások is, meg általános iskola elsősök is. Én nem mondom, hogy elsőtől kezdjük el. A miniket rakjuk föl inkább fellépésekre, hogy szokják a színpadot. Nekik még azért nagy stressz és nagy druk van bennük, hogy úristen, meg kell felelni az edzőnek, a tanárnak, a zenének, a magamnak, a társamnak, és mindenkinek, aki őt nézi, meg a zsűrinek legfőképp, és még mosolyogni is kell, hát kész. A felkészülés utolsó heteiben már érezhető a feszültség a gyermekekben, ami végül mindenkiből más hoz ki a versenyeken.
Az az igazság, hogy ugye nyilván heti kétszer egy órában edzenek, de azért én érzem, hogy itt a véghajrában az utolsó héten, vagy az utolsó két héten, amikor már véglegesedik a térforma, véglegesednek a tükrözések, hogy ki hol áll, akkor már látom rajtuk, hogy elkezdenek izgulni, és még jobban pörögnek, és még jobban azon vannak, hogy a tudásuk legjavát itt megmutassák a versenyen. Nyilván nem minden gyermek egyforma, ezért versenyen más és más segítséget igényelnek. Vannak olyan tanítványaim, aki az edzésen, ugye a saját kis közegében nem annyira bontakozik ki, viszont itt maga ez az attitűd, a közönség, a zene, a minden, a hangulat, ez annyira húzza, hogy nekem is leesik az állam sokszor, és hát nyilván a kezdők, ők inkább meg izgulósabbak, tehát hogy őket jobban kell biztatni, hogy ne izguljanak, hogy nézzenek rám, koncentráljanak rám, tartsanak velem szemkontaktust, én ott vagyok elől, mosolygok, próbálom őket motiválni, pici mutogatom is még nekik, hogy segítsek nekik, és azért látom, hogy ez azért valamennyire megnyugtatja őket. Egy ilyen fellépés esetén a szülőknek és hozzátartozóknak többnyire nagyon tetszenek a gyerekek produkciói. A gyerekek pedig akkor örülnek igazán, ha az edzőjük elégedett velük. Én azt mondom, hogy elégedett vagyok, tehát mindenki a tudása legjavát ide most belerakta, apró pici hibákat láttam, de ezeket finomítjuk, és a legközelebbi alkalommal tökéletes lesz, de összességében én mindenkivel nagyon elégedett vagyok, mert itt voltak hiányzások, betegségek, tehát volt, hogy nem igazán úgy tudtunk készülni az edzésen, ahogy én szerettem volna, vagy elterveztem, úgyhogy én ahhoz képest nagyon meg vagyok elégedve a tanítványaimmal, mert látom, hogy oda teszik magukat maximálisan. Ezzel a rendezvénnyel lezárult az idei év, egy kis szünet után pedig újult erővel lehet kezdeni a következő esztendőt. Most egy pici pihenő, az első szereplés február. Ami nagy gond nekünk, hogy a Laubert bezárják majd, januártól már nem tudunk jönni egy jó darabig, amíg fel nem újítják, szerintem szeptembertől már várhatóan. Idén tavaszra majdnem minden nap, minden hónapra jut valami. Februárban, januárban pihi azért, meg felkészülés. Februárban fél év zárógála, márciusra tervezünk egy jótékonysági gálát. Áprilisban valószínű, hogy csinálunk egy rock and roll versenyt, májusban pedig egy ilyen hasonló Magyar Kupa Fashion Street Dance, aztán júniusban pedig tanévzáró. Az első fél év azért már megvan. Ez volt az idei 5. fordanos gála a sportcsarnokban. Jövőre ugyan kevesebb Lauberes rendezvény várható a felújítás miatt, de remélhetőleg nem marad majd verseny nélkül Pécs táncot kedvelő közönsége.